Tavaly óta a Fidesz parlamenti képviselője, korábban az FTC felügyelő bizottságának tagja volt, most a Magyar Ökölvívó Szakszövetség új elnökévé választották az ügyvéd politikus Bajka Istvánt, aki 10 hónapja már pénzügyi biztosként konszolidálja a szervezetet. Elődje Erdei Zsolt szakmai társelnök lett, az új vezetővel Bajka Istvánnal a feladatról. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Miért és mióta érdekel egy fradista politikus ügyvédet az ökölvívás? Hát talán elmondhatok annyit az életutamról, hogy 14 éves koromban, ugye én eleve a 13. kerületben tanultam a középiskolába, és nem csak futballoztam, hanem lejártam a Vasas edzéseire, a boxklubba, és ott igyekeztem férfivá cseperedni a kemény fiúk között. Tehát megvan akkor ez a ilyen szempontból a boxos előélet? Megvan, ilyen fajta előélet megvan, és szeretem is magát a sportágat, és figyelemmel is követem. Az pontos fogalmazás, ha azt mondom, hogy voltak éppen most a korábban egyébként pénzügyileg csetlő botló, egyébként szakmailag meg elnök boxlegenda, hogy milyen gazdasági gyámja lett az elnök? Ezt egy erős kifejezésnek tartanám. Azt gondolom, hogy a boxszövetségnek az az állapota, amelyet én megismertem, vagy láttam múlt év decemberében, amikor a pénzügyi ellenjegyző, pénzügyi biztosi kinevezésemet megkaptam az elnökségtől, akkor az egy hosszú évek, vagy inkább évtizednek a leromlását is jelentette. Úgyhogy ezt nem helyezném ezt egy személynek a nyakába, úgymond, Isten őriz, hogy ilyet mondjak, de kétségtelen tény, hogy az Ökölvívó Szövetség az úgymond rendbetételt is igényelt, és fel kell építenünk jó néhány területen, gazdasági, pénzügyi gazdálkodáson, szervezeti struktúrák erősítésén, fegyelmen, ami a boxban egyébként elvárt. Ezt a munkát még el kell végezni, nem végeztem teljesen ezt a munkámat még el. Az ténykérdés ugyanakkor, hogy az Ökölvívó Szövetség pénzügyi helyzetét sikerült teljes mértékben stabilizálni. Akkor viszont fogalmazhatunk úgy, hogyha itt most nem egy-két éves, hanem egy sok évtizedes helyzetek rakódtak egymásra, hogy a boxszövetségben ideje a rendszerváltásnak? Hát lehet ezt a kifejezést is használni, de valóban az ökölvívás az elmarad attól a 21. századi elvárásoktól, ami előttünk van, amivel most élünk. Úgyhogy több szempontból is egyfajta rendszerváltásra, egyfajta új gondolkodás bevezetésére van szükség az Ökölvívó Szövetségben. Mi volt az ön számára pénzügyi biztosként a tanulsága a tavalyi budapesti ifjúsági VB költségvetési miatti eljárásnak, és egyáltalán azoknak a pénzügyi lazasságoknak, amikről rengeteg hír érkezett a szövetségből? Hát ugye eleve ez az ifjúsági világbajnokságnak a megrendezése, ez nagyon-nagyon utolsó utáni pillanatban történt. Tehát egy olyan vállalást tett a Magyar Ökölvívó Szövetség, amit előtte nem volt egy felkészülési időszaka, fogalmazunk ki, ha más sportról beszélünk, tehát nem volt jó alapozás, nem volt jó előkészület, és a hirtelenségből, a hirtelen döntésekből, a hirtelen vállalásokból aztán egymás után jöttek a problémák, és ezek egymásra rakódtak. Volt benne nyilván a hirtelenségből fakadó szakmaiatlanság is, de volt ebben része a rossz döntéseknek és rossz tanácsadóknak is. Hogyan állt helyre végül is a szövetség pénzügyi gazdálkodása? Azt mondja, hogy most 9 hónap alatt sikerült ezt konszolidálni, pótpénzek, kormányzati segítség. Tehát mi kellett ahhoz, hogy itt rendet tudjanak tenni? Hát át kell tekinteni mindenek előtt azt, hogy miből is adódott ez a nehéz pénzügyi helyzet, hol keletkeztek a veszteségek, hol keletkeztek a túlvállalások, és le kellett ülnöm minden egyes szerződő partnerrel, és részben megértetni a helyzetet, hogy szerintem milyen követelések nem jogosak. Alapvetően hol keletkeztek ezek, bocsásson meg? Tehát hol látta leginkább nyitva a csapokat? Hát nem emelnék ki, mert talán akkor igazságtalan is lennék. Azt gondolom, hogy a követelések 50-55% az körülbelül túlzó volt. Tehát a követelések 50-55% az körülbelül túlzott volt, vagy túlárazott volt. Ezeket le kellett tárgyalni. Tehát ott le kellett tárgyalni, és vissza kellett tárgyalni, és azt kellett mondani, hogy ennyi és nem több. Voltak nehéz pillanatok is nyilván ebben a tárgyalás sorozatban, de azt gondolom, hogy kellő erőt tudtunk felmutatni ebben a ringben. Tehát azt lehet mondani, hogy voltak olyanok, akik fejőstehének gondolták volna a szövetséget? Volt ilyen is. Így van, volt ilyen is, és volt kifejezetten olyan szerződés is, vagy szerződések, amelyek ugyanarra a szolgáltatásra vonatkoztak, és két oldalról is. Úgyhogy ezeket rendbe kellett tenni, le kellett tárgyalni, és meg kellett értetni a szerződő partnerekkel, hogy ennyit nem fogunk fizetni.
Mit jelent a távozó elnök Erdély Zsolt maradása a szakmai társelnöké? Tehát mi lesz a munka megosztás önök között? Hát ezt rendeztük az Ökölvívó Szövetség új alapszabályában, hisz nem csak tisztújításra került sor, hanem alapszabály módosításra, és az ő feladatai alapvetően a sport szakmára, az utánpótlásra is a sport szakmunkon fejlesztésére vonatkozik. Én azt gondolom, hogy Zsoltinek nagyon jó viszonyt ápolunk, hál' Istennek, és feltekintek rá, és egy kitűnő személynek, kitűnő személyiségnek, kitűnő sportolónak tartom, és azt gondolom, hogy jól együtt fogunk tudni dolgozni. Kell valami fajta általánosabb békét is teremteni az ökölvívó életben, az ökölvívó szövetségben? Gondolok arra, hogy elnökként például hogyan tekint Zsolt korábbi olyan kritikusaira, mint mondjuk Kovács Kokó István olimpiai bajnok, vagy Rácz Félix promóter. Ugye adódtak itt a pénzügyi problémák miatt is rendesen viták meg konfliktusok a nyilvánosság előtt. Azt gondolom, hogy a pénzügyi problémák azok kihoztak olyan konfliktusokat, amelyek a pénzügyi helyzettől függetlenül is fennálltak. Tehát akár így, akár úgy ezeket az emberi konfliktusokat valamilyen módon rendezni kell. Ugyanakkor azt is szeretném itt kifejezésre jutatni, hogy a magam részéről nyitott is vagyok ezeknek a konfliktusoknak a rendezésére, és azt gondolom, hogy nagyon sok tehetség van ma az ökölvívó sportban. Tehát nem az a probléma, hogy nincs elég tehetségünk, hanem nagyon sokan szeretnének egyszer ugyanaz a problémához hozzászólni. Ebből is fakadtak az ellentmondások. Ki a jobb a ringben, ki a jobb a sportszövetség irányításában, és hát bizony ebből sok konfliktus eredt. Milyen többlettámogatást szeretne biztosítani most az egyesületeknek, mert az egyesületek sok tekintetben a kulcsai a fejlődésnek azon. Én azt mondtam ezen a bizonyos közgyűlésen, hogy nekem elsőleges célom, hogy oda kerüljenek a források, hogy jó a teljesítmény. Tehát azt gondolom, hogy a magyar állam kellően bőkező a sportágakkal, így az Ökölvívó Szövetséggel és az ökölvívással kapcsolatban is, hogy a forrásokat jól el tudjuk osztani. Emellett nyilván célom az, hogy járulékos forrásokat is bevonjak. Tehát külön létrehoztunk egy, bocsánat, csak ez a megfelelés, ez külön és ingerre jár. Tehát létrehoztunk külön egy szponzori bizottságot. A szponzori bizottságnak az a feladat, hogy járulékos forrásokat gyűjtsön. Miért nincs az új elnöknek számbeli vállalása az olimpiai kvótákra? Hát részben ezt ugyanebben szerintem ugyanebben a műsorban elmondta Erdély Zsolt is, és mások is, hogy az ökölvívás ma nincs abban a helyzetben, sajnos, hogy olyan vérmes reményeink legyenek. Ez egy ténykérdés. Hát de arról beszélünk, bocsássanak, hogy közben vágtam, hogy a Nemzetközi Szövetség gondjait ismerve még akár a hazai gondokat irigyelhetnék is sokan. Nagyon nehéz a helyzet. A NOB kizárta az AIBA-t az olimpiáról, a torna szervezéséből. Tehát túl sok a bizonytalanság ahhoz, hogy mondjuk mi kvótákat mondogassunk be, igaz? Így van. Tehát túl sok bizonytalan elem van, és hogy a magyar ökölvívás is nem a legjobb állapotában van. Ezért azt gondolom, felelősséggel nem szabad most ilyen terhet a sportolók vállára rakni. De mit lehet várni a nemzetközi és a globális sportági közeljövőről? Milyen elnökre lenne például szükség? Tisztújítás előtt áll majd az AIBA is, hogy mentse ezt a megrendült helyzetet. Hát nyilván egy alapvető elvárás minden elnökkel szemben, akár nemzeti, akár nemzetközi szervezetről van szó, hogy hiteles személy legyen. Tehát a NOB belül, vagy a NOB elfogadja őt egy olyan személyként, akihez nem fűződnek visszás vagy adott esetben jogi problémákat is felvető ügyek, tehát legyen egy hiteles személy. A gazdasági pénzügyi helyzetből pedig úgy lehet jól kilábalni, hogyha a nemzetközi szervezet is világossá teszi a gazdálkodását. Tehát a NOB-nak volt egy alapvető problémája, hogy az AIBA gazdálkodása nem áttekinthető, nem világos, és jogellenes cselekményekre is úgymond voltak jelek. Tehát azt gondolom, hogy a nemzetközi szervezetnek egy hiteles, valóban a sportér élő haló személyre van szüksége. Akkor mondhatjuk azt, hogy a Tokiói Olimpia a Nemzetközi Ökölvívó Szövetségnek és az ökölvívás globális helyzetének sokkal fontosabb lesz, mint nekünk magyaroknak az, hogy hány kvótánk lesz, hányan leszünk ott. Hát nyilvánvalóan azért én szeretnék minél több és minél jelentősebb, hogy mond, erőforrás mellett minél jobb eredményeket elérni. Ez egyik célom, hát mi lehet más. Igen. Egy elnöknek. De azt gondolom, hogy vannak olyan lépések, amelyek megelőzik az eredményeket, tehát megelőzik az olimpikonokat, ilyen a felkészítés, ilyen az utánpótlás, ilyen a teljesítmény központúság. Ezt mindig is hallottam az egész személyes életemben is, hogy a teljesítményt
kell és szabad támogatni, a jó teljesítményt. Ahol nincs teljesítmény, ott más intézkedésre van szükség. Tehát azt gondolom, hogy ahhoz, hogy olimpikonok legyenek, jó eredmények legyenek, az jó alapozás, jó felkészülés és szigorú szakmai és teljesítményközpontú rendszer szükséges. Elnök úr, hát sok sikert kívánunk, mert nem kis fába vágta a fejszéjét. Jó munkát hozzá, köszönöm szépen, hogy itt voltam. Köszönöm, szeretem a kihívásokat. Köszönöm.